Jó reggelt kívánok 2024. augusztus 30-án, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség. Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, azt tapasztaljuk most már, hogy vége van a nyárnak. Talán épp nem hűvös szelek járnak, de látjuk, hogy elmentek a gólyák, elmentek a fecskék, és te valami újat készítesz, egy új tanévet, egy új évszakot, de te ugyanaz maradsz. Köszönjük, hogy Istenünk vagy nekünk is, voltál őseinknek, és hisszük, leszel utódainknak is. Kérünk, hogyha jónak látod, most is vezess minket a te ígéd által. Szólíts meg bennünket. Olyan jó lenne, hogyha egyértelműen értenénk a te akaratodat. Ez csak akkor lehetséges, ha Szent Lélek Isten, te magad magyarázod meg nekünk. Kérünk, tégy így most is, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, a Zsoltárok könyvének a 41. részét, tehát a 41. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja. Boldog lesz a földön. Nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ezt mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám. Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak rólam. Mikor hal már meg? Mikor vész ki a neve? Aki eljön meglátogatni, hiába valóságot beszél, szívében összegyűjt minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt csugdolóznak és rosszat gondolnak rólam. Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, nem kell fel többi onnan, ahol fekszik. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem újonghat rajtam ellenségem. Engem pedig megtartasz, mert fedhetetlen vagyok, és színed elé állítasz örökre. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, ez a Zsoltár az elhagyott beteg könyörgése. Azt gondolom, hogy attól, hogyha az ember beteg, csak az rosszabb, hogyha egyedül beteg. Ha nincs mellette senki, ha nincs kivel megosztani, ha nincs, aki egy jó szót szóljon hozzá, vagy éppen csak egy hidegvizes borogatást hozzon a homlokára, az elhagyatott betegség talán az egyik legsúlyosabb dolog. Amikor valaki karanténba volt, vagy került, akkor az ehhez leginkább hasonló, de tegyük hozzá, hogy a mai világban a különböző informatikai eszközök segítségével sokkal könnyebb kapcsolatban maradni a külvilággal, akkor is, hogyha valaki el van zárva és karanténban van. Mégis létezik olyan, hogy valaki annak ellenére, hogy emberek veszik körül, magányos. Magányos ott legbelül, mert igazából nincs, aki megértse, nincs, aki hasonlóan gondolkodna, mint ő, vagy akár csak egy jó szót szólna is hozzá. Milyen jó, hogy Isten nem ilyen. Ő mindig hajlandó meghallgatni bennünket. Jó szót szólni hozzánk, ha kell, akkor intő szót szólni hozzánk. Azt már régen tudjuk, hogy a betegség az nem feltétlenül a bűn következménye. Van olyan, amikor valaki valamilyen bűn miatt kap betegséget. De ez nem törvény. Nem lehet azt mondani, hogy ez mindig így van. Mert hogy mi a betegség? Talán megfordítanám. Mi nem? Az egészségnek az ellentéte a betegség. Amikor az egészből valami hiányzik, valami eltörött, valami megsérült. És ez lehet akár seb, akár törés. És ezt érthetjük fizikailag a testi állapotra is, és a lelki állapotra is. Testi-lelki bajok. Ismerjük jól a pszichoszomatika fogalmát, amikor a psziché, a lélek hatással van a szómára a testre. Amikor valakinek van valamilyen lelki baja,
és utána ez testi tüneteket okoz. Legegyszerűbb példa erre, hogyha valaki úgy jár a munkahelyére, hogy nem szeret oda menni, gyomoridege van, úgymond, az valószínűleg nem sokára gyomorfekélyt fog kapni. Mert a lélek hatással van a testre. Ha a testünk jelez, akkor szabad nekünk lelki okokat is keresnünk és megvizsgálnunk, hogy vajon miért lehetséges ez. Ez a Zsoltár azzal kezdődik, boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Miért? Mert ha bajba kerül, megmenti az Úr. Azonban ez sem egy statikus dolog, ez sem egy olyan törvényszerűség, hogyha én a nincsteleneken segítek, akkor nem fogok bajba kerülni, vagy megment az Úr. Jó esély van rá, de ez sem törvény, Isten azt tesz, amit ő jónak lát. Ugyanakkor azzal együtt, hogy nem tanácsos kiragadni egy-egy szót vagy mondatot az igéből, mégis hadd hívjam fel a figyelmet arra, amit 2 évvel ezelőtt Sohajda Levente lelkipásztor mondott el, a következőképpen fogalmazta meg. A 41. Zsoltár első verse így kezdődik, boldog, akinek gondja van. Nem folytatom tovább, testvérek, csak ennyit jegyezzünk meg, és mindenki ezt vigye magával. Boldog, akinek gondja van. Mert Isten az övéit, bennünket, reformátusokat, nem egy ilyen láblógató, felmegyünk a hegyre és lótuszülésben elmélkedő útra hív. Menjetek el a föld végső határáig, tanítsatok. Boldog, akinek gondja van. Hát ha nem lennének gondjaink, testvérek, akkor álljunk meg, gondolkodjunk el, hogy talán eltévedtünk. Nagyon eltévedtünk. Boldog, akinek gondja van. És az a megerősítő minden egyes ilyen helyzetben, hogy mi tudjuk azt, hogy az a gond, ami nekünk gond, ennek a teremtő, velünk álmodó Úrnak, az nem gond. A teremtő Isten, aki mindnyájunknak álmot ad, elbírja a csüggesztő rossz dolgokat, a bajainkat, a gondjainkat, ha mi hajlandóak vagyunk az ő kezébe tenni. Ha el tudjuk azt hinni, hogy az igének a következő szeptember 1-én is ereje lesz. Ha el tudjuk azt hinni, hogy ma is ereje van. Ha erre hagyatkozunk, akkor azt gondolom, hogy mi reformátusok az Isten álmában nagy csodákra vagyunk elhívva. Hát hadd legyen ez mindnyájunknak öröksége. Boldog, akinek gondja van. Milyen jó, hogyha ezeket a gondokat tudjuk enyhíteni, gondolatokká formálni. Persze mindig vannak kívülállók, és hogyha valaki betegségbe kerül, előfordulhat, hogy aki meglátogatja, az nem szívből, csak színből teszi. És ez a fájdalma a zsoltárosnak, hogy egy kicsit ismeri a gondolataikat, talán hallja a szavaikat is, hogy utána kint az utcán róla pletykálnak nyilvánosan. Vigyázzunk! Kiről mit mondunk? Pletyka az, amikor valakiről beszélünk úgy, hogy ő nincs jelen. Valakiről beszélünk úgy, hogy ő nincs jelen. És ezt előszeretettel teszik, úgy, hogy közben rossz dolgokat mondanak. És nem a dicséretnek a szava jelenik meg. Ezért szoktuk azt mondani, dicsérni a háta mögött, szidni szemben. Ez a helyes. Ha valakivel bajom van, vele beszéljen meg. Mert a szavainknak hatása van. Emlékszünk talán mindkét történetre. Az egyik, amit Gyökösi Endre ír le, amikor egy osztálytársát úgy találták meg, hogy öngyilkos lett, és egy cetli volt a zsebében, amin ez állt, minek éljen egy törpe. Mert évtizedekkel korábban az egyik felnőtt, megbotlott benne, és annyit mondott, hogy mit lábatlankodsz itt, te törpe. És úgy érezte, hogy az ő élete nem értékes. Csak néhány szó volt, ami aztán végül a sírba lökte. Vagy hasonlóképpen, mint amikor szerelem féltésből a férj és a feleség összevesznek, és utána tönkre megy a házasságuk, pusztán azért, mert valaki elkezdett pletykálni valamit. És ők meg komolyan vették. Vigyázzunk, kiről mit mondunk. Ezen a mai napon is próbáljuk a nyelvünket megfékezni, és a cselekedeteinket jó irányba fordítani. Ennek a Zsoltárnak az elolvasásával a Zsoltárok könyve első nagy része, amit első könyvnek vagy első könyvtekercsnek hívnak, véget ér. Véget ér egy munkahét, egy hónap, és kezdődik egy új tanév. Hiszem, hogy az új tanévben is velünk van Isten. Hiszem, hogy boldog, akinek gondja van,
mert a boldogság nem gondtalanságot jelent, hanem szabad Isten kezébe tenni. Betegséget és gyógyulást, egészséget és örömöt, mindazt, ami fontos nekünk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, a te kezedbe tesszük a nyárnak a végét is. Köszönjük azt a sok gyümölcsöt, amelyet adtál, testi és lelki értelemben egyaránt, amikor sikerült a te igéd szerint élnünk, döntenünk, cselekednünk, beszélnünk. Bocsáss meg, amikor nem így volt. Amikor önzőek, hiúak voltunk, ha megbántottunk másokat vagy téged, kérünk Istenünk, hadd lássuk meg, mi az, amiben még változnunk kell. Ha jónak látod, te áld meg a hétvégénket, különösen kérünk a mai munkatársi presbiteri csendes napért nálunk. Te add, hogy legyenek megtérők, újjászületett életek, és minél többen megszentelődjenek, megszentelődjünk, és hozzád közelebbi életet tudjunk élni. Kérünk az új tanévért, Urunk, te légy minden diákkal és pedagógussal, és azokkal is, akik más munkakörben segítik azt, hogy a te utadra tudjuk tanítani a felnövekvő nemzedékeket. Így kérünk, Istenünk, amikor jónak látod, te pihentes meg, és amikor munkálkodunk, te adj áldást a munkánkra. Vigyázz, kérünk, szeretteinkre és családtagjainkra. Adj gyógyulást a betegeknek, és szüntesd meg a háborúkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek!